Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója, lássuk röviden mai híreinket. Ismertették az új évadot. Négy saját bemutatót tűz műsorra a Gyulai Várszínház. Országos döntő Gyulán. Labdarúgó diákolimpiai versenynek adott otthont a város. Új átkelő a Csabai úton. A gyalogosok és a kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek. Ramayana a kamarában. Fúziós tánc előadás zárta a tavaszi évadot. Sok ismert művész fellépését és négy bemutatót tartogat a Gyulai Várszínház idei nyári évada. A kedd délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, közel másfél hónap alatt több mint 40 produkciót láthat a közönség. Ez a nap híre. Éppen, azt mondhatom, hogy éppen 60 évvel ezelőtt tartották meg a Gyulai Várszínház első előadását. 1964. július 11-én Victor Hugo Ernáni című darabja volt a Gyulai Várszínház első előadása. Idézte fel a 60 évvel ezelőtti kezdeteket Elek Tibor a kedd délelőtt a Rondellánál megtartott sajtótájékoztatón. Az igazgató úgy fogalmazott, a teátrum 6 évtizedet felölelő története, a magyar színház történet örökre emlékezetes, kitörölhetetlen fejezete, a mai magyar színházi világ egyik fontos orientációs pontja. A nyári programokat ismertetve Elek Tibor elmondta, több mint 40 produkciót mutatnak be június 28-a és augusztus 17-e között. A több mint 40 produkcióból kiemelkedik ezúttal is a négy saját bemutatónk, ugye mi mindig fontosnak tartjuk a saját bemutatóinkat, és egyformán fontos mind a négy saját bemutatónk. A három színházi fesztiválunk, ugye az Erdélyi Hét, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja és az Örkény István Napok. Idén ugye a Nemzeti Klasszikusok napjai sorozat keretében idén Örkény István Napokat fogunk tartani, és a két zenei fesztivál, ugye a 15. alkalommal megrendezett Vár Blues Fesztivál, ami idén Jimi Hendrix Fesztivállá alakul át, három Jimi Hendrix zenekarral, és a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál. Elek Tibor kiemelte, a város idén is a színház mellé állt, hiszen 50 millió forintos kölcsönnel segítik az idén sikeres, nyugodt megvalósítását. Görgényi Ernő polgármester azt mondta, a teátrum 6 évtizede építi sikeresen a város imázsát, erősíti az ide irányuló kulturális turizmust. A városvezetés nagyon nagyra becsüli azt a művészeti koncepciót, amit Elek Tibor igazgató úr képvisel és kollégáival együtt megvalósítanak. Nem csak a városvezetés, hanem a nézők is nagyra értékelik, hiszen lehetett látni a tavalyi évi nézőszámokból is, amelyek meghaladták az előtti nézőszámokat is, hogy egyre többen látogatják az előadásokat, ami alapvetően annak köszönhető, hogy a Várszínház repertoáriából mindenki megtalálja a saját ízlésének, hangulatának való darabot. Az évad számos kiemelkedő eseményt tartogat a színház iránt érdeklődők számára. A négy bemutató közül három ős bemutató lesz. Gyula adott otthont a 7.-8. osztályos fiú labdarúgó országos diákolimpia döntőjének. A háromnapos rendezvényen 19 vármegye és Budapest legjobb csapatai mérték összetudásukat. Péntektől vasárnapig országos diákolimpiai döntőnek adott otthon Gyula városa, ahol a 4. korcsoportos fiú labdarúgók legjobbjai versenyeztek a bajnoki címért. 8 évvel ezelőtt már volt házigazda a város, fogalmazott Görgényi Ernő polgármester a városi tornacsarnokban a pénteki megnyitón. Az elmúlt időszak sportfejlesztéseinek köszönhető többek között, hogy újra Gyula fogadhatja a programot. A városi tornacsarnokban, vagy a városi sporttelepen nem csak a gyulai gyermekek számára értékesek, és emelik a sportolás feltételeit, hanem sportturisztikai területen is értéket képviselnek, hiszen emiatt érkeznek ide a városba például országos diákolimpiai döntők. Most 200 diák sportoló érkezett a városba, kísérőkkel, szülőkkel, úgyhogy azt gondolom, hogy ez már egy olyan tömeg, ami a turizmus szempontjából is értékes. A diákolimpia Magyarországon közel 4 évtizedre visszatekintő versenysorozat, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség a részvételre, fogalmazott Füzi Ákos osztályvezető.
a körzeti és a vármegyei versenyektől kezdve egészen az országos döntőkig juthatnak el az ország valamennyi iskolájából, szinte minden sportágban a gyerekek. A Magyar Diásport Szövetség szervezésében 13 sportágban rendezünk diákolimpiát, de emellett még a sportági szakszövetségekkel együttműködésben még további 35-40 sportágban, tehát azt lehet mondani, hogy szinte minden sportágban van diákolimpia, de természetesen a Magyar Diásport Szövetség által szervezettek a legnépszerűbbek már abból a tekintetben, hogy ezek a hagyományos iskolai sportágak, úgy mint a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, ezeknek van a legnagyobb résztvevőszáma, és persze nem utolsóban az atlétikának. A diákolimpiai programok legnagyobb hozadékát nehéz megfogalmazni, de talán a kitartást, a szorgalmat, a sportfegyelmet és az erős csapatszellemet lehet leginkább kiemelni, mondta Molnár Diana vármegyei titkár. A negyedik korcsoportban a 7.-8. osztályos fiúk amatőr szinten sportolnak, de sokan tervezik a folytatást a labdarúgásban. Ezen a versenyen olyan csapatok vagy iskolák tanulói indulhatnak, akik nem tagjai A és B kategóriás labdarúgó sportegyesületeknek, tehát C és D kategóriás sportegyesületekben focizhatnak, lehet érvényes verseny és játékengedők, tehát nagyon kevés az olyan gyerek a csapatok tagjai között, aki mondjuk kosárlabdázik, kézilabdázik, vagy más sportol, tehát azért legtöbbjük valamelyik sportegyesületnek a labdarúgója. Békés legjobb vármegye csapataként a Szarvas FC fiataljai léptek pályára szombaton. Több helyre is bekerülni, illetve a csapattársaimnak is, és Szarvas FC-ből jöttünk, Szarvasi FC-ből, úgyhogy ott is most jól teljesít a csapatunk is. A karcagi együttes többször szerepelt már diákolimpiai döntőn, mondta Szabó Tamás edző. A 9 fős csapat, bár nem kezdett jól, a hangulatukon mindez semmit nem rontott. Nagyon jól érezzük magunkat, gyönyörű a város, nagyon jó a szállásunk, remek a szervezés, a fiúk nagyon jól érzik magukat, hát reméljük majd minél jobban szereplünk. A gyulai döntőt a Sziget-Szent Miklós és a Dorog csapata játszotta, ami 7-1-es Pest vármegyei győzelemmel ért véget, így a Sziget-Szent Miklósi Kardos István Általános Iskola együttese érdemelte ki a Magyarország diákolimpiai bajnoka címet. Biztonságosabbá válik a közlekedés a Csabai úton. Hétfőn megkezdődtek a kerékpáros és gyalogos átkelő építési munkálatai. Hétfőn megkezdődtek az új gyalogos átkelő kivitelezési munkálatai a Csabai úton, mely a Gyep utcánál teszi könnyebbé az átkelést a gyakran forgalmas útszakaszon. A helyszínen Görgényi Ernő polgármester és Veres András önkormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót, utóbbi a 8,5 millió forintos beruházás részleteit ismertette. Kiemelte, itt a gyalogos mellett kerékpáros átvezetést is építenek. Közvilágítás fejlesztéssel és egy 8%-os rámpa kialakításával, amely a mozgássérültek közlekedését is megsegíti. Itt a helyszínen egy nagyon régóta várt beruházás kezdődött most el, én már 5 éve várom, megmondom őszintén. Bízom benne, hogy mindenki megelégedésére fog ez a gyalogátkelő és a kerékpáros átvezetés mindenki megelégedésére el fog készülni. Görgényi Ernő arra hívta fel a figyelmet, hogy városszerte 10 helyszínen zajlanak a közlekedési infrastruktúrát erősítő beruházások, ezek közül ez az egyik. Van az a vicc, amelyben a csigák tanakodnak, hogy hogy lehet átjutni a túloldalra, és az a konklúzió, hogy oda születni kell. Hát a reggeli csúcsforgalomban és a délutáni csúcsforgalomban azt gondolom, hogy itt is néha úgy érzi az ember, hogy a túloldalra születni kell. Éppen ezért volt fontos, hogy képüljön itt egy szabályos gyalogos átkelőhely, amely biztosítja azt, hogy a gyalogosok is és a kerékpárosok is biztonságban át tudjanak közlekedni a túloldalra, hiszen a kijelölt gyalogos átkelőhelynél meg kell, hogy álljanak az autósok, és át kell, hogy engedjék a gyalogosokat, illetőleg a szabályosan a kerékpárról leszálló biciklistát. Görgényi Ernő elmondta, a Csabai úti kerékpárutat is felújítják, ehhez pályázati forrásokat szeretnének igénybe venni. A pályázat benyújtásáról hamarosan a helyi képviselőtestület dönt. A Trigatú tánc csoport fellépése zárta a Gyulai Várszínház tavaszi évadát. Az előadás az ősi indiai eposz, a Ramayana világát idézte fel.
India ősi eposza a Ramayana szolgáltatta a fő témát a Trigatutáns csoporttársulatának, akik a napokban mutatták be produkciójukat a Gyulai Várszínház kamara termében. A király újra álmodott. Egy hang az égből szólt hozzá, hogy a lányát senki másnak nem adhatja, csak annak a hősnek, aki ki tudja húzni Shiva Isten íját. A darab egyik érdekessége volt, hogy a táncosok mellett bábosok is megjelentek. Szerintem közelebb kerülhetnek, vagy akár így betekintést nyerhetnek az indiai kultúrába. Nyilván ez ugye egy nem teljesen klasszikus darab, de egyébként szerintem mindenki élvezni tudja, ez gyerekeknek is szól, tehát illetve felnőtteknek is, mert ugye több rétege van, mint az indiai táncnak is. Fúziós táncok hol könnyed és nőies, hol pedig keményebb, virtuóz ritmusokra épülő törzsi formát öltöttek. A koreográfiát indiai hangzásokkal tarkított mai modern zenék tették teljessé. Szerintem már magában az, hogy egy indiai eposzt fogunk feldolgozni, már az különleges így a magyar színházak színpadán. És azon belül pedig még azért is különleges, mert hogy India különböző részeiről, ugye India ezért egy elég nagy ország, és nagyon sokféle izgalmas kultúrája van, akárhová is megy az ember, és ez a darab mindenféle részről hoz valami kis színes dolgot így a koreográfiákban, a ruhákban, a jelmezekben. A Várszínház tavaszi évada ezzel a produkcióval zárult, a teátrum munkatársai már a nyári szezon előkészítésén dolgoznak. Hétfőn megkezdődtek az érettségig. Rövid hírek következnek. Nagy izgalommal várták a diákok a tételeket hétfőn a Göndöcs Benedek Katolikus Technikumban. Ebben az intézményben idén 35-en vállalkoztak a vizsgára. Idén azok a végzősök adtak számot tudásukra, akik már az új nemzeti alaptanterv szerint kezdték meg a középfokú tanulmányaikat. Mindez új követelményrendszerrel párosult, magyarból például a lexikális tudást mérő műveltségi teszttel. A vizsga után a karácsonyi pápai Szabina azt mondta, első ránézésre azt gondolta, nem magyar, hanem történelmi feladatokat kell megoldania. Összességében elégedetten jött ki a vizsgáról Csiszár Anna Beatrix, bár volt meglepetés része is a feladatsornak. Az erkeleskenész Róbert már fellélegezve, baráti körben elemezte az első írásbeli részleteit, mindannyian nehezebbre számítottak magyarból. Hétfőn 78 diák ült iskolapadba az erkelben, hogy életük első nagy megmérettetésén számot adjanak a tudásukról, fogalmazott Zámori Ida a főigazgató. A megváltozott érettségi vizsgarendszer a diákoknak és a pedagógusoknak is okozott izgalmat. Békésvár megyében hétfőn 2478-an adtak számot tudásukról magyar nyelv és irodalomból. Kedden a matematikával folytatódnak az írásbeli vizsgák. Idén a katolikus közösségi házból indult a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum ballagási menete. A templomban Kovács Péter plébános mutatta be a szentmisét. Az iskola számára különleges az idei év, hiszen az új technikus osztályok már nem 3, hanem 5 éven át tanulnak. Így itt idén 3 osztály 50 tanulójától vettek búcsút, bár könnyen lehet, hogy sokan maradnak majd tovább tanulni a Göndöcsben. Péntek délután a Harukken János Technikum és Szakképzőiskola ballagásával folytatódott a gyulai ballagások sora. A diákok között az évek során igazi barátságok alakultak ki. Idén 5 osztály, 67 diákja ballagott el az intézményből. Péntek délután 4 órára érkeztek a belvárosi templomba a Karácsonyi János Gimnázium végzősei. Itt 3 végzős osztály, 64 diákja készül az új feladatokra. Szombat délelőtt az Erkel Ferenc Gimnázium diákjai vonultak a Kossuth téri rendezvénytérre. 3 osztály 78 diákja ballagott el az Erkelből. Zámori Ida igazgató kiemelte, a legfontosabb a hit, hogy higgyenek magukban a tanulók, hogy a céljaikat és az álmaikat meg tudják valósítani. Hétfőn a magyar érettségi várta a diákokat. Rekordszámú 67 kiállító érkezett a Gyulai Virágok Fesztiváljára. Az eseményt a megszokotthoz képest egy héttel korábban rendezték meg. Mindez jó alkalmat teremtett arra,
hogy sokan beszerezzék virágjaikat a vasárnapi anyák napjára. Többen a kertük szebbé, virágosabbá tételéhez vásárolnak évről évre valami különlegességet. A kiállítók között többen vannak olyanok, akik rendszeresen részt vesznek az eseményen. Már hagyomány, hogy a Gyulai Közüzemi Kft. Zöld hulladékból előállított komposztot oszt az érdeklődőknek. A rekordszámú kiállító portékái a Békesugár út egy szakaszát teljesen beterítették. Az évek során annyira kinőtte magát a rendezvény, hogy az elkövetkezendő években bővülhet a tér. Szászné Várkonyi Adrien kiemelte, jövőre már a megszokott időpontban, május második hétvégén rendezik meg a Gyulai Virágok Fesztiválját. A program hivatalos megnyitóját szombat este tartották. Az idei esemény díszvendégvárosa Mohács volt. Pávkovics Gábor, a Baranyai város polgármestere kiemelte, a két település között sok hasonlóság van. Görgényi Jenő polgármester kiemelte, a következő évek tervei között szerepel az élővíz csatorna belvárosi szakaszának rehabilitációja, hogy ott is szép sétányokkal és közösségi terekkel vigyék közelebb az embereket a természethez. A beszédet követően a Reckless Roses, majd Hevesi Tamás koncertje következett. Stroke Team tréninget tartottak a napokban a Békés Vármegyei Központi Kórház Gyulai Skill Laborjában. A rendezvényen a gutaütéssel, akut agyi érkatasztrófával terhelt betegek ellátásáról esett szó. A tréning elsődleges célja az volt, hogy az ellátás különböző szintjein dolgozó orvosok, nővérek hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. A tréningen olyan szakmai fogásokat is ismertettek, melyek nagy jelentőséggel bírnak az ellátás során. A képzésen bemutatták a stroke ellátás lépéseit, és nagy hangsúlyt fektettek azokra a kulcsmozzanatokra, melyekkel a betegek túlélését, életminőségének javítását lehet segíteni. Túzok Fesztivált rendeztek Dévaványán, bővül a reumatológiai szakrendelés Orosházán. Lapszemle következik. A jóság követei. Az édesanyákat köszöntötte László Attila koncertje a Szombathelyi Székesegyházban. Írta a Magyar Kurír. Az anyák méltósága abból fakad, hogy felemésztik önmagukat gyermekükért, mondta Perger Gyula plébános. Bővül a reumatológiai szakrendelés Gyopároson. Az eddigi heti 4 óra helyett heti 12 órát rendel majd a reumatológus a Gyopárosi Gyógyászati Központban, írta az Orosz Café. Ezzel jelentősen csökken a várólista, így többen és hamarabb juthatnak száraz és vizes kezelésekhez. Túzok Fesztivál Dévaványán. Sok program várt a szombaton Dévaványán a 7. Túzok Fesztivál vendégeit, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A rendezvényre ezúttal is több ezer látogató érkezett a környező és távolabbi településekről. Szakmai út Lengyelországban. Lengyelországi szakmai úton vehettek részt a Gál Ferenc Egyetem hallgatói, oktatói és munkatársai. A GFE közösségi oldala arról számolt be, hogy a kirándulás első napján Krakkó nevezetességeit tekintették meg, másnap pedig az Auschwitz-Birkenau emlékhelyet mutatták be a csoportnak. Szerdán akár nagyobb mennyiségű csapadékra is számíthatunk. Csütörtöktől is várhatóak esők, de már a nap is gyakrabban süt ki. Szerdán még sok lesz a felhő, többfelé várható eső, zápor. A hőmérők éjszaka 14 fokot, a kora délutáni órákban 25 fokot mutatnak. Csütörtökön felhős és napos időszakok váltakoznak. A hőmérséklet 13 és 22 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ismertették az új évadot. 4 saját bemutatót tűz műsorra a Gyulai Várszínház. Országos döntő Gyulán. Labdarúgó diákolimpiai versenynek adott otthont a város. Új átkelő a Csabai úton. A gyalogosok és a kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek. Ramayana a kamarában. Fúziós tánc előadás zárta a tavaszi évadot. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!